A tűzoltóság történetét ismerteti Virág Gábor a Fórumkönyv kiadó által megjelentetett új könyvében. Művelődés történeti áttekintéssel indítja és a kezdő fejezetben elmondja, ki is volt Szent Flórián, majd végig tekint a tűzoltóság fejlődésén a történelem során. Vidékünkön, így kishegyesen is a 19. században kapott szervezett ez a szolgálat, amely rendkívül fontos volt nyáridőben, az Alföldön, különösen nyári időben az aranyszínű buzatáblák között. A szabadtéri pipázást például egyenesen királyi rendelet tiltotta. Világ Gábor könyve a történelem sorsfordító dátumai szerint tagolódik, és így ismerteti a kishegyesi tűzoltó testület időszakait. Megmutatja a tűzoltó otthont, a testület zászlaját, az elmaradt adattan fúvó zenekart, a tűzoltáshoz használt eszközöket, de még a szórakozás szolgáló egyesületi tekepályát is. A könyvet gazdag képanyag teszi teljessé.